A hiperbóreusok szigete Hiperbórea vagy hiperbórea, vagyis északon túli, egy édeni aranykori, mitikus, fehér sziget volt, amelynek a pontos elhelyezkedése máig ismeretlen, bár a neve árulkodó. Erről az északatlanti tradíciókban szereplő szigetről számolt be többek között Hérodotosz, Diodorosz, Platón, de találkozhatunk vele más szerzőknél is, mint például Pindarosz, Aiskylos, Lukianos, többek között. A messzi északon lakó boldog népről eltérő neveken ugyan, de említést tesz a görögökön kívül több kínai, szkíta és indiai forrás is. Hyperborea kérdését szokás megközelíteni geofizikai szemszögből is. Ilyenkor Észak-Szibéria, Alaszka, vagy Grönland térségében helyezik el, illetve vélik felfedezni az egykori mitikus sziget helyét. A spirituális megközelítés még mélyebbre ás. A Rigvéda arról számol be, hogy Hyperborea egy a sarkörön túli sziget volt, ahonnan az indiai eredetmétos szerint őseik Hyperborea centruma a Meru hegy mellől vándoroltak el jelenlegi lakóhelyükre. Egy hindu szöveg olyan fehér embereket említ, akik a világ északi részén laknak és nem rendelkeznek érzéki funkciókkal. A görög mitológia a hyperboreoszokat a Boreász földjén, tehát az északi szélen túli vidék lakóiként határozta meg. Egy delfoi mítosz szerint Zeus Apollont, a fényistenét, delfoiba akarta telepíteni. Az Isten, hagyjuk vontatta szekerén, elrepült a Hyperbóreusok földjére, ám később a sok dicsőítő imának és éneknek engedve visszatért. Onnantól kezdve Delphoiban élt, és csak a tél három hónapját töltötte a Hyperbóreusoknál, amíg őt Dionysos helyettesítette. Pindarosz egy mitikus világról számol be, és egy olyan szent fajról, amin nem fog az idő, Tudomása szerint nem öregednek és nem betegednek meg a hyperbóreusok. Sőt, élettartamuk tekintetében azt is megjegyzi, hogy akár ezer évig is élhetnek. Nincs köztük harc, viszály, nem dolgoznak, hanem aranykori boldogságban élnek, tánccal és mulatsággal töltik az idejüket. Máshol azt olvashatjuk, hogy ez a boldogok szigete, ahová a héroszok lelke jut míg Hérodotosz kifejezetten kételkedett e nép létezésében dacára annak, hogy megemlíti róluk, hogy áttetsző emberek, addig időse Plinius hitt abban, hogy ez a nép valóban létezik. Eratos tenész úgy vélte, hogy a föld legészakibb részén található hyperbórea. Platón említi, hogy nem fogyasztottak húst, ezért képesek voltak az állatok nyelvén is kommunikálni. A fáma szerint a legendás nép földjére halandók közül csak Héraklész és Perseusz jutott el a mítoszok szerint. Diodorosz a kelták kapcsán említi Hyperbóreát. A kelták földjével átellenben, tulnan levő óceánban, észak felé van egy sziget. Lakóit hyperbóreuszoknak hívják. Latona ezen a szigeten született, és ezért fiát, Apollont, ott minden más istennél buzgóban tisztelik. A szigeten egy Apollónak szentelt, gyönyörű liget van, és egy különös kerek alakú templom, melyet sok áldozati adomány díszít. Apollón minden 19. évben eljön erre a szigetre, vagyis abban az időben, amikor az égi testek, a nap és a hold ugyanabban az együttállásban térnek vissza, és ezért nevezik a 19-es időközt Meton nagy évének. Helena Petrovna Blavatsky, Röni Genon és Julius Evola egyaránt azon az állásponton vannak, hogy a prehistorikus időkben a hiperbóreus civilizáció valóban kapcsolatban állt a szent lélekkel, vagy az isteni alkotóerőkkel, tehát a teremtés színhelyeként gondoltak e szigetre. Innen indulhatott útjára az ős eredeti hagyomány, a kultúra és a vallás. Feltételezik, hogy itt élhettek azok az ős eredeti emberek, akiknek még birtokában volt a tökéletesség minden titka. A következő rövid idézet Röné Génontól származik. Másrészt az atlantiszi tulát meg kell különböztetni a hyperbóreai tulától, amely utóbbi, az első és legfőbb centrumot az egész jelenlegi manvantará számára jeleníti meg, és amely azon kívül, mint már láttuk, valóban a pólusra helyezett Szent Sziget arhetípus. Az összes többi Szent Sziget, bár ezzel ekvivalens jelentésű nevet hordoz, az eredetinek csak tükörképe. Már csak azt a kérdést kellene valahogy megválaszolnunk, hogy mi lett a hüperbóreoszokkal. Az egyik elmélet szerint az ősi, égi, természetfeletti, transzcendentális tudásukkal a szigetük pusztulását követően a mai India és Irán területére vándoroltak, ahol különféle kultúrákat és birodalmakat alapítottak, és így részekre osztva ugyan, de tovább szállt az örökségük utódaikra és leszármazottaikra. Egy másik elmélet szerint, ami nem zárja ki az előzőt, a hiperboreusok nem haltak meg, hanem szellemi patronusokká váltak. Hésziodos sorai ezt árulják el. Majd aztán a föld befogadta magába e fajtát, jótét lelkek lettek a nagy Zeus rendeletére, földön járó hűőrzői az emberi nemnek. Minden gaztettet meglátnak, s őrzik a törvényt, míg magukat ködleplezi. Úgy járják be a földet. Gazdagság gyarapítók, mert övék ez a rang is. Boldog napot!